Ne görcsölj rá a különbségekre. A műsor támogatója a Nosva. Nem is házasodtatok össze? Nem is akarunk összeházasodni. Miért? Nekünk szerintem nagyon fontos az, hogy összeházasodjunk. Most vagyunk együtt egy másfél éve. Uh-huh. Egy kapcsolat nem attól függ, hogy van papírod, vagy nincs papírod. Bármikor ki lehet, sőt, bármikor ki lehet lépni. Meg nekünk főleg én ugye katolikus vagyok, és így... Én is katolikus vagyok, megmondom neked őszintén. Mi a legszexibb a másikban? Hát ez jó kérdés. Mi a legesztrémebb izgéphely, ahol együtt voltatok? Hát igen. Ha újra kéne kezdened, akkor is a másikkal tennéd. Hát... Eláldoztad önmagad valaha annak érdekében, hogy egyben tartsd a kapcsolatodat. Szevasztok! Megkezdi egy kicves tegyen, jó? Én Honfi Katalin vagyok. Ugye hideg a kezem, megmelegítse meg nekem kicsit. Szevasztok, Lassándor vagyok. Neked sem meleg. Szevasztok, Lassándor. Üdv a stúdióban. Én Anna vagyok. A konyhapulton találtok egy receptet. Olvassátok fel, a hozzávalókból készítsétek el közösen, és ismerkedjetek meg egymással. Szóval tonhalas babsalátát fogunk csinálni. Igen. Amihez kell egy darab kis lirahagyma, az megvan. Én Bruckner Lilla vagyok, 21 éves, Tapolcán születtem, a BGR-re járok, turizmus vendéglátást tanulok. Én Bacsony Márton Gyula vagyok. Én is 21 éves vagyok, én a Matéra járok élelmiszermérnöknek, tanulok emellett egy kézműves sörfőzdében, a Rekettyében, vagyok laboros. Van egy kés. És a akkor mit csinálunk a késsel? Szerinted felszeletem én a hagymát? Hát felszeletem. Csak ne könnyezzetek. Jó. Megpróbálom az összes főzési tudásomat összeszedni. Ó, te lestél már valahol. Nagymama konyhájában, vagy anyuka konyhájában. Gyönyörűen csinálod. Sándor vagyok, és 49-ben születtem. Ugye, nagyon pici gyerek voltam. 1 kiló 20 deka. És 10 hónapra születtem, azért vagyok ilyen. És igen, és akkor... Én 1947. júniusában születtem, és világéletemben fiús voltam. Szóval ez nem tűrszoknya, meg mit tudom én, ilyesmi, az nem. Olajbogyó kell bele. Az olaj, az ott van. Ezt rakjam már bele? Szerintem igen, mert ezzel kicsináljunk még. De majd megpróbálunk valamit. Odaadod, én már gondolom. Jó. Paradicsomból. Ja, én odaadom szívesen. Na most mit szólsz egy ilyen mozdulathoz? Nagy hagymavágó. Nagy hagymavágó. Igaz, hogy meg fogom könnyezni ezt, de hát... Majdnem az egész. Igen. Hát... Nem volt nem jó a szemértéke. 2021. szeptember. Nem már. 20-án találkoztunk először. 17 óra 15-kor a Bikás Parknál. A Tavacskánál. A Tavacskánál, igen. Mm-hmm. Egy picit később, mert Márton késett. Te késtél. Nagyon hamar történtek meg a dolgok, szóval így. Hát szeptemberben megismerkedtünk, és hát december végén már összeköltöztünk. De alapvetően amúgy Tinderen találkoztunk, és ott kezdtünk el így beszélgetni. Van egy kamu sztorink, amit így néha beadunk ismeretleneknek, amikor először találkozunk, hogy a fővárosi Szabó Ervin könyvtárban ismerkedtünk meg. Nekem ez annyira fáj, hogy majd a gyerekeimnek elmondom, hogy és akkor anyátokat jobbra húztam, és hú. Odaadod nekem, így meg tudod fogni, és akkor belehúzom ne, a hagymát. Késsel kell, Kati. Késsel már összevágtam. Úgy nem lehetne. De lehet húzni a széléig a pultot. Ó, Kati, ne csinálj. Megfogom. Miről beszélsz? Ja, Isten. Na, ezt megjegyzem, ezt a konyhát ide sem megyek. Miért? Azért, mert a hagymát belerakjuk a salátába. Hát ne viccelj már. Nem vagyunk házasok, kikérjük magunknak. Mind a kettőnknek volt, bocsánat, első házassága, és azt mondtuk, hogy az egy rossz intézmény, és ezért mi nem ugrunk bele. Na most jössz te, hogy hány éve vagyunk? Hát 36 éve ilyen vadházasságban élünk. Ott hagytam a férjemet és a 3 gyerekemet,
és írtam egy levelet a férjemnek, amit bedobtam a lenti postaládába, miután azt senki nem nyitotta, csak ő meg én, és a gyerekekkel neki kellett elbeszélgetni erről, hogy én mit írtam nekik. Hát akkor mondhatjuk úgy, hogy volt egy ilyen lányszöktetés. Katinak van három, nekem meg egy. És a négy gyerekből mindenkinek két gyereke van, úgyhogy nyolc unokánk van, akikre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg ügyesek, okosak. Ez bors. Borsot, azt ízlés szerint. De én ezt inkább a többiekre. Miért? Én nem kóstolom meg. Hát te nem kóstolod meg, hát akkor úgy jártál. Egy kicsit fűszeresebb, de nincs semmi bors. Ne viccelj. Annyi bors, az nem sok. Szerintem a kommunikáció nagyon fontos egy kapcsolatban, hogy ne ilyen címszavakban fogalmazzunk, hanem elmondjuk a másiknak, hogy mit érzünk, és mit várunk el tőle. Szerintem ez a titok, hogy adni kell a másikat, nem lehet uralkodni a másik fölött. Igen, az biztos, hogy így van, de meg úgy kell csinálni, mindig úgy kell csinálni, mint hogyha az ember a férfinek adna igazat, és akkor úgyis úgy csinálom, ahogy én akarom, hát most miért sértsem én meg őt? És még kell só? Só. Az is ott van. Pontos. Nem itt van, nem az, hogy... De abban is van só. Na most akkor ezt elrakottas. Hát most ne szólok. Hát miért? Hát legyél ügyes. Hát mondtad, hogy én... Igen, most már ha rossz, akkor ezt a sórontja el. Elsúzod, akkor így jártál. Mindenkinek van valami társa, csak kérdés az, hogy milyen időpontban találja meg, aki hozzá van rendelve. Kettőnk között, ami van, az így meg akarjuk mutatni a szüleinknek, hogy nekik nem sikerült együtt maradni, de hogy mi meg akarjuk nekik mutatni, hogy nekünk csak azért is sikerülni fog. Azért ennyi év után problémák lehetnek, sőt, lesznek is, meg vannak is, akkor azért van ott egy stabil ember, aki már ismert téged, aki úgymond segít rajtad. Ha ez megmarad, hogy én belenézek a szemébe, visszanéz rám, és mindig mosolyognom kell, akkor szerintem nagy baj nem lehet, mert... És na. Igazából akkor kész. Teljesen kész vagyunk. Hát nem mennyit? Még egy pici. Így? Így jó. Nem akarod kicserélni a kanaladat egy villára? Mit? Van ilyen hangvilla. Jó lesz a kanal. Hangvilla. Ó. Gyerekek. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Neked? Hát a hagymát lehet érezni, a só az nekem, tudod, mindent megsózok. Az enyémre úgy érzem, hogy sós érdekes. Én azért szeretem a sósat, mert arra lehet inni. Négyből egy Z-generációs szingli szerint a monogámia nem tartható hosszú távon. Egy idő után újra át kell beszélni a szabályokat, még akkor is, ha már házasok. Hú, ez kicsit erős. Igen. A Z azok mi vagyunk. De... Azt, hogy igen. Át kell beszélni a szabályokat. 2000, várj, hogy volt 99? Igen, mi vagyunk azon. Szerintem nem. Mármint ezt nem kell átbeszélni. Hogy... hát ez mindenképpen nem oké. Mármint de ez az én véleményem, vagy szerintem mindenki, amit mond, de hogy... Hát én abból indulok ki, hogy... A házasságban, ahol ilyen különböző szabályokat... Na várjál, először tisztázzuk azt, hogy mi mind a ketten elváltunk, és elvből, hiába élünk 30-akárhány éve együtt, nem házasodunk. Tehát nálunk olyan nincs. Mi együtt vagyunk, az kész. Nem is házasodtatok össze? Nem is akarunk összeházasodni. Miért? Hát látod, 30 nem tudom hány éve meg vagyunk együtt. Hát akkor tulajdonképpen az egy ilyen... Egy kapcsolat nem attól függ, hogy van papírod, vagy nincs papírod. Ennek sem nincs jelentősége. Bármikor ki lehet. És hát most milyen házasság az, ugye, hogy mindjárt rögzíték, hogy mit vitt be a házasságba, és a vagyonnyilatkozat. Ezért jó, nincs semmi. Ja. Figyelj, majd 30 év után csak már nem fogunk találkozni. Akkor, mert mi is azt mondjuk, hogy nincs semmi, úgyhogy lehet, hogy ez így marad. Nekünk szerintem nagyon fontos az, hogy összeházasodjunk, szerintem így a kapcsolatunk elejétől fogva, mint hogy most vagyunk együtt egy
másfél éve, uh-huh. és mind a ketten ilyen nagyon romantikus lelkűek vagyunk. És hát attól még lehet romantikus. Azért ja, nem azt mondtam, hogy nem vagytok azok. Nem, csak valamiért nekünk ez így fontos. Talán azért, mert hogy úgy voltunk vele, hogy ma már rajtunk kívül a családban mindenki elszúrta, akkor mi majd megmutatjuk, hogy csinálunk aha. egy szép esküvőt, ami olyan lesz, nem olyan, mint egy filmben, mert ez egy... Na! Nem lesz nagy buli. Úgyhogy... Nagy buli lesz. Igen. Mi ezen spóroltunk egy hatalmasat. Meg nekünk főleg én ugye katolikus vagyok, és így... Én is katolikus vagyok, megmondom neked őszintén, sőt, tovább megyek. Én minden meg este elalvás előtt imádkozom, a mai napig is. Remélem, hogy ahol ezt elbírálják, ott az ember élete, cselekedetei, azok előrébb valók, mint az, hogy összeházasodott, vagy nem. Valahogy így érzem. Ami mondjuk, nem tudom, hogy nem igazán dicséretes, de mi mind a ketten... voltunk már házasságban, és egy válás után ismertek. Erősödött egy, még igen, jobban erősödött meg a kapcsolat. Jobban, igen, a kapcsolat, úgyhogy akkor azért mondom, hogy akkor már 30, nem tudom hány éve, úgyhogy az már nem is mondhatom, hogy sok, hanem csak azt mondhatom, rengeteg. Tudod, a háborús évek duplán számolnak, tehát ezt szokták mondani. Tehát az, amikor az ember veszekszik, az duplán számol. Mert szerintem minden kapcsolatban van, amiben nem értenek egyet. Én szeretem kimondani az érzéseimet, meg a Sándor is, és az a jó. Egy picit kiabáltok, majd eljuttok ti is oda. És egy picit kiabálás után, aztán csönd van, és akkor... Mire mondják, hogy édes a kibékülés. Itt akartam mondani, és akkor édes a kibékülés, a számból vetted ki most a szót. Igen, szóval így lehet szerintem sokáig egymás mellett élni. Ki kezdeményezi a békülést? Szerintem mind a ketten így bocsánatot szoktunk kérni, akármelyikünk kezdeményezi a konfliktus, mert sosem fekszünk le a haragban. Igen. Hát haragban mi se fekszünk le, de hát előtte intézzük ezeket a dolgokat. Igen, úgyhogy... mind a kettőnkben, hogy nagyon sokszor kér bocsánatot mindenért, nem csak egymástól, igen. hanem így mindenféle. Hát én valakit okán rúgok, akkor rögtön mondom, hogy bocs. De hát az mondjuk véletlen műve. Ja. De ilyen érdekes, hogy nekünk ilyen... Na tudod, én ebben különbözök, mert én nem szerettem azt, hogy köszönöm, meg bocsánat. Mindenki elvégzi a saját munkáját, és most nem szeretek, ezeket nem nagyon szoktam ilyen használni. Ilyen kisebb dolgokban nem csinál, csak nagy dolgokban. Úgyhogy nálatok... Mert itt szoktatok valamit vitatkozni? Hát ilyen komolyabb dolgokon egyébként nem. Nem. Csak ha mondjuk valami máshogy alakul, vagy máshogy tervezünk egy napot, vagy egy hétvégét, és akkor így azokban szoktak nézeteltérések lenni, hogy ilyen kommunikáció hiány miatt. Na jó, hát ezért szoktunk vitatkozni a terítékkel, amikor meg te nem hoztál sót, meg hol a kenyér, meg akkor megy ezen a... Hát de ez egy olyan dolog, hogy ha te látod, hogy nem hoztál sót, akkor fölállsz, és elmész a sóért. Miután tudod, hogy hol a só. Én nem kezdem így. Én legalábbis úgy emlékszem, hogy én nem kezdeményezem, hanem szóval nem konkrétan úgy, hogy jaj, ne haragudja, pucu-mucu, ja, stb. Szóval ilyen nincs a Sándor részéről sem, hanem úgy természetesen kezdek viselkedni, mintha nem történt volna semmi, és akkor szépen lassan... Hát én is ugyanezt a technikát használom, hogy az idő neked dolgozik. Igen, dolgozik. Hát előbb-utóbb az ember magába száll, és akkor azt mégiscsak a másiknak volt igaza, vagy valami, de... Ez az önkontroll. Nem, szóval még ott nem tartunk, hogy le kell térdepelni, és elmondani egy méhattyánkot. De még a verekedésnél se, szóval... Adja ki magából, mert hogyha elfolytja miért pont nekem? Hát add ki, menj ki az indulatait. A kertbe, és ott kiabálja. Az már komplikációt vezet, idegbeteg lesz, vagy gyomorfekét kap. Igen, nem szabad azt visszatartani, de ne nekem. Hanem ott kinn a kertbe. Kimi az erdőbe, az ember leülti a madarakat a fáról. Mögöttünk van is egy erdő, úgyhogy... Oké. Ez jó. Igen. Na,
Szex, hát, pénzügyek, idegesítő szokások. Hát azt akartak érzi, hogy kimondhatom? Jó, oké. Okay. Hát inkább mind megmutass, mondd ki. Oké. Okay. Ha választhatnék, akkor... Alulról kezdenéd. Aha. És onnan is középről. Onnan is középről. Igen, hát... Igen, talán... Nem mondom, hogy a legnehezebben megvitatható témánk a pénzügy, mert az volt az első döntésem, és az akkori főnököm az nem is hitt el, mert megkérdezte, hogy hova utalhatják a fizetésem, és mondtam, hogy a páromnak, barátnőmnek az állájára utalhatja a fizetésem, és azt mondta nekem, sose felejtem el, egyből egy nőnek a számlára. Azt mondom, fú, ez butaság. Én mondtam, hogy nem, ezt úgyis együtt fogjuk elkölteni, most mindegy, hogy én utalom a lakbért, vagy ő, most szerintem senki nem fog sírni. Bár mai csak az, aki nem kapja meg a lakbért, az igen, a mai napig megvan, hogy igazából együtt kezeljük a pénzünket, de hogy Márton mondja, hogy vegyek valamit a kártyámról, és akkor megveszem szívesen, és utána meg így bocsánatot kér, hogy jaj, de bocsi, hogy most megint erre kell költeni pénzt, és mindig mondom, hogy de hát nem baj, hogy most csak szükséges dolgokat szívesen megveszem. Hát nálunk én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a hozzászólásod. A szexet? Nem. A szexet csinálnék, és nem beszélni róla. A pénzügyek és az idegesítő szokások vannak most itt napi rendi tém. És akkor a szexet hagyjuk utoljára. Azt is, otthon is utoljára hagyjuk, nem? Lefekvés is jöhet. Na, tehát a szexről ennyit. Attól függ, milyen nap van. Mit? Attól függ, milyen nap van. Hétvégén ráér az ember. Hát hétvégén már aki ráér, ha van, aki hétvégén piacra, is dolgozik, mit tudom én. Mit. Vagy nem megyünk ki piacra. Na mindegy, szóval a pénzt beosztani az szerintem egy nagyon ördöngös dolog, mert az valahogy mindig egy idegesítő szokás a pénz. De hát emiatt még nem veszek, vagy veszekedtünk pénz miatt szerintem. Nem. Inkább hülyeségekkel, mint a pénz. Hát igen. Hát ez is attól függ tulajdonképpen, hogy kit mennyire érint, mert amikor ment a szekér, akkor meglátogattuk a kaszinókat, akkor nem nagyon néztünk oda, hogy mi mennyi kerül, meg sokat utaztunk. Én is voltam kaszinóban. Sokat utaztunk. Pont az a bajom, hogy ő sose dühös rám az ilyen miatt, pedig én miattam egy csomószor volt, hogy hát például az első óriási befektetésem, kitáltam, vegyünk egy öreg autót. Találtunk Barcson egy 1970-es, 850-es Fiatot, és hát szerelem volt első látásom. És az első probléma az, hogy nekem akkor még nem volt jogosítványom, úgyhogy... Én meg nem vezettem még ilyen régi kocsit, és alapból kicsit ilyen stresszes vezető vagyok. De semmi baj, mert felváltva vezettünk. Igen. És jó a vége alapot. Igen, és nem volt egy jó ötlet, mert majd nagyon jó volt, én nagyon élveztem, ő is nagyon élvezte, iszonyatos bukás volt pénzügyileg. Ja, hát igen. És nem volt rám dühös, és úgy vártam, hogy majd egyszer kicsattan, és akkor így nem. A Prátherben kint voltunk Bécsbe a Katival, és a játékgépen elvesztettük az összes pénzünket. Mondom, Katikám, bemegyünk a követségre, és előadjuk, hogy kiraboltak. Bementünk a követségre, előadjuk, hogy kiraboltak, és a nagykövet megkérdezte, hát az ottani munkatárs, hogy hol lakunk. Hát mondom, kell a szállásra, a haveromnál szálltunk meg, hát ő biztos vette a lapot, leadta, hogy mennyi a költség, hogy ugye annyi segít adnak, hogy ki tudjam fizetni a költséget, meg hazamenjünk. És adtak pénzt, de mondták, hogy ezt vissza kell fizetni, ez nem ajándék. Erre megvolt a pénz, visszaruhantunk a pénzzel a Práterba, és visszanyertük azt a pénzt, amit elvesztettünk. Na, ezt akartam, hogy milyen fanatikus szerencserabló vagyok. Na, akkor Katalin, felolvasod? Vegyünk egy házat a 3 millió forintunkból. Jó. Én 35 évesen, kedves főbérlő, beüthetek egy szöget a falba a lakásba, amit havi 250 ezerért bérlek. Hát igen, mi most búcsúztunk el pont az albérletünktől. És most az utcán laktok? Nem. Azt hittem, hogy itt. Melegszik, úgyis az idő egyre melegebb. Mártonéknak van egy háza, amit senki nem használ, és most visszaköltöztünk oda, Szigethalomra. És onnan járunk be. Úgyhogy most van egy nagy házunk, amiben tudunk lakni. Hát akkor, és miért fizettetek eddig albérletet?
szerettünk volna felnőttek lenni. Ja, ahogy ki akartunk próbálni, hogy megmutatni, hogy munka, kocsi, igen, lakás, igen, és aztán jól belebuktunk. Már nem buktunk bele, szándékosan hagytuk abba. Igen. Ez a megfelelő kifejezés erre. Na most ugye mi mondtuk, hogy mi elvált mind a ketten, és a Katival kimentünk együtt Csillaghegyre, 2 forinttal a zsebébe vett egy házat 800 000 forintért, hogy majd fővettük a pénzt a banktól, és kifizettük. A lényeg az, hogy mi mi nem voltunk ilyen albérletben. Én kidobott pénznek tartom azt, hogy az ember bérel. Kiszámoltad már, hogy mennyit adtál albérletben? Minden nap. Inkább ez volt a jó, hogy a bank felé fizettük a részleteket, és volt egy saját ház. Szerintem nehezebb ma egy picit elindulni, mint a fiatal pár az életben, mert hát főleg most így az inflációs időszakban, meg szerintem a mi generációnk kicsit olyan, vagy rajtam meg Mártonon úgy érzem, hogy nehezen kérünk szívességet hát a szüleinktől, meg a nagyszüleinktől. Úgy látom, hogy nagyon elszálltak az árak, mert elérhetetlen egy lakás, meg milliós összegekről beszélünk, és akkor hol van ahhoz képest a kezdőfizetés? Úgyhogy sokkal rosszabb helyzetben vagytok. Nincsenek mind a régi időben olyan összefogások, mert emlékszem, régen, pláne falun, ott haver, mindenki jött, építkedni. De mai nap kivitelező, mindent lekaszál. Mert olyan nincs, hogy te most odamész villant szerelni, vagy lerakod a parkét. Tehát kulcsra kész lakásokat csinál. Neked csak fizetni kell, ha tudsz fizetni. Igen. Ha nem, akkor pereskedhetsz. Lilla, kérlek, állj fel és menj oda a hátsó sütőhöz. Találni fogsz benne valamit. Ha tippel nem kéne egy recept lenne. Vagy egy görög dinnye. Na, most szurkoljál. Pici. Egy torta legyen. De akkor ezeket szedjük le szerintem. Ide csak rárakom. Igen. Ez mi lehet? A kübliben egy piros és egy kék golyót találtok majd. Egyenként csukott szemmel húzzatok. Ha pirosat vesztek ki, válaszolnatok kell egy kérdéskártyára. Ha kéket, kimaradtok egy körből. Kezdte. Az esetben adjátok tovább a küblit a mellettetek ülőnek. Jó játékot! Egyéb előle! Azt mondták, ön nyert! Piros, akkor válaszolok, ugye? Igen. Összekeverjük. Ha újra kéne kezdened, akkor is a másikkal tennéd. Hát... igen. Ah, nem, halljuk. Nekem Márton az első barátom, aki előtt tényleg nagyon felszabadultán tudok viselkedni, és semmiféle gátlásom nincsen, és ez nem olyan, ami így később alakult ki, hanem igazából a kapcsolatunk elejétől kezdve. Hát közben magyarul szerelem az első látásra. Igen. Valami olyasmi, igen. Úgyhogy abszolút veled kezdeném. Na, húzzunk egy pirosra. Nem húzhatok újra? Másodjára, tud jön. Ne menjél kaszinóba. Húzhatunk, akkor kövékörbe. Á, piros. Jó, visszadobom. Mi a legesztrémebb izgép hely, ahol együtt voltatok? Hát igen, hát sok ilyen hely volt. Hát legextrémebb Svájcba, a kilátóba egy ilyen gyors menetet lerendeztünk. Az extrém volt, hogy akárki jöhetett volna a kilátóba. De nem jött. Ja, hogy nem felrohanthatok gyorsan egy kilátóba. Ja, nem, mármint egy igen, de nem. Jártunk, hát, gondolom, és akkor... Közben lehet nézni a panorámát. Úgyhogy ez, szerintem ez egy ilyen extrém helyzet volt. Jaj. Feláldoztad önmagad valaha annak érdekében, hogy egyben tartsd a kapcsolatodat. Én nem hiszem, hogy én feláldoztam magam. Én
Én eléggé kimondom, most nem, mert még kiabálni is szoktunk. Igen. Föl van a nyomaték kedvéért, csak hogy... Lerendezzük. De mondom, hogy verekedés még nem volt, de... Ott is ott voltam még. De kiabálás az szokott lenni, igen. Vége az egy körszünetnek. Ki tudja. Nem. Ne nézz. Nem néztem oldalatot. Kit akarod? Ez piros. Remélem, nem a vacsoráról beszélünk. Milyen gyakran mondod a másiknak, hogy szereted? Hát mi állandóan mondjuk egymásnak egyébként így napjában, nem tudom, 100-szor, 150-szer. Úgyhogy nagyon, nagyon sokszor igazából. Egész nap, amikor elköszönünk, amikor elalszunk, amikor... Elkezdünk enni. Akkor abba adjuk az evés. Igen. Úgyhogy mindenféle helyzetben. Hát igen, igen. Nagyon fiatal házasok vagytok, vagy lesztek. Másképp viselkedik az ember 30 akárhány év után, mint mondjuk pár év után. Te egy kicsit hozzá van, hogy erősít az ember a kapcsolatot, hogy emlegeti, hogy szeretlek, aranyos vagy, imádlak. Én nem, de ilyeneket azért nem szoktam mondani, és ha már, akkor azt mondom, hogy ezt nem mondani kell, hanem érezni és csinálni. Nem beszélni róla. Hát igen. Nekem ez a véleményem. Mert azt ha érzed, és a másik csinálja, és így vagytok, akkor nem kell azt elmondani, mert elmondhatsz te bármit ezerszer, és akkor az ellenkezőt tapasztalja az ember, az valahogy egy olyan rossz érzést kelt bennem. De hát ez az én véleményem erről. Húzd nekem, elfordulok. Húztál nekem egy kéket, mi? Nem szabad. Micsod a trükk? Mi a legszexibb a másikban? Hát ez jó kérdés. Hogy a pizsamája. Én engem, ami nagyon megfogott, az a tért kalácsa. Mármint ezt nem olyan perverz módon, vagy ilyesmi, hanem, hogy neki tök szép, hogy megy szépen a lába, és egy szép egyenesben. Igen, mintha megrajzolták volna. Várjál, hát a fiataloknak általában szebb, bocsánat, a tért kalácsa, mint nekem a csúnya, idősebb embernek. Én nem tudnék választani, mert nagyon szeretem a szemét, a száját, és nagyon szeretem a mosolygödröcskéket. Én mindig akartam mosolygödröcskét, mert... Igen. De az nincs mindenki. Nem, és nekem sincs, de neki van. És olyan szép. Ne irigykedj! Nem veszem el. Csak téged. Nem húz a helyetem kövi körbe, mert ez nagyon csalás. Valahogy... Piros! Vagyis egy piros. Utolsó. Milyen gyakran csókolóztok szenvedélyesen? Hát szenvedélyesen már nem. Hát, ez egy könnyű kérdés volt. Hát igen, itt már csak hagyományból, de régen előfordult. Régen, igen, nem is keveset, de hát az ember elkényelmesedik, mondjuk a csókolózás nem egy olyan nagyon kimerítő dolog, de ami... mondjuk szokásos nálunk, hogy lefekszünk este, és amikor leoltjuk a villanyt, megfogja a kezemet, és akkor kívánunk jó éjszakát egymásnak. Hát mondjuk puszik, csokolózás szerintem már rég volt, nem? Ja. De be lehet hozni, várj. De viszont minden nap, minden este úgy alszunk, hogy agyesz, bugyesz, ez a... ez a varázs szó. Amikor egyikünk kimondja, hogy agyesz, bugyesz, na akkor biztos akkor vége, mert addig szoktunk azért beszélgetni, fogjuk egymás kezét, ugye fekve, nem így, és akkor beszélgetünk még a napi eseményekről, vagy hogy holnap mit, hogy, merre, meddig, és akkor utána, amikor jön az agyesz, bugyesz, vége, kész. Befejeződött, úgyhogy ez... Lilla, Marci, Kati és Sándor, köszönjük, hogy itt voltatok, és hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Hát, Köszönjük a lehetőséget, és jól éreztük magunkat. Igen. Legalábbis én. Ha tetszett, iratkozzatok fel, és írjátok meg kommentben, mi a ti véleményetek. De fontos, hogy ne a szereplőket, a témát beszéljétek ki. Ha megnéznétek a teljes, vágatlan verziót, kattintsatok a leírásba. Köszi, hogy támogatjátok, hogy még több téma és páros érkezhessen a stúdióba. Sziasztok!
Ne görcsölj rá a különbségekre. A műsor támogatója a Nosva.